Ferencváros normally I'm not happy with the result, also with the game, except maybe the last 30 minutes when we look like we are working and we are talking about. First, especially, I was a little bit surprised. Not totally, because from some guys I expected that they will be, especially from new guys, that they will be maybe surprised with the Ferencváros quality, individual quality. We gain too much space, time, and when you give them that, then they can play a very good game like they played. After we change half time, it was better. And that's the way how we should play. The problem is that still we are not scoring the goals because we are not creating enough chances. We are not concrete in last 20 meters, especially we had many situations where we can put the ball into the box, but we are looking for extra pass, and on that, especially against a team like this, it's very difficult. One big problem, you know, it's for me, it's that Chris Tamás is injured. That's one also bad news for me, because we have many games in front of us, and he's the only solution on that position. But at the end, like I said, I'm only happy with that I saw that group of the players what played at the end, you know, and few of them, they can play good football and they can make results what you want. Először is szeretnék gratulálni az FTC-nek, és hát sok sikert kívánok nektek továbbiakban a kupában. Általánosságban azt tudom mondani a meccsről, hogy sem az eredménnyel, sem a mutatott játékkal nem vagyok elégedett, kivéve az utolsó 30 percet. Ott azt hajtottuk végre, amin eddig is dolgoztunk, amit az edzésen csináltunk és amiről beszéltünk. Az első fél időben engem nem igazán lepett meg, kicsit volt talán meglepő az, hogy a Ferencváros ilyen agresszíven és ilyen jól jött ki. Szerintem nálunk a csapatban voltak olyan játékosok, akiket tényleg meglepett a Ferencvárosnak a minősége, az, hogy ilyen jó játékosok, egyéni játékosok alkotják, és hogy mire képesek a pályán. Hogyha időt, meg helyet adunk nekik, akkor képesek arra, hogy ilyen rendkívül jól játszanak. A második fél időben mindenképpen jobban játszottunk, szerintem így kellene általánosságban játszanunk. De hát nem sikerült gólt lőnünk, és azért nem sikerült gólt lőnünk, mert nem sikerült elég helyzetet kidolgoznunk. Szerintem a támadó harmadban, főleg az utolsó 20 méterben, a kapu előtti 20 méteren egyszerűen nem vagyunk elég pontosak, vagy néha extra passzokat keresünk mondjuk lövés helyett. Tehát így nehéz jól játszani, illetve gólt szerezni. Az egyik legnagyobb probléma jelenleg az az, hogy Tamás Krisztián lesérült. Hát ez egy rendkívül rossz hír, ugyanis az ő pozíciójában gyakorlatilag ő az egyetlen megoldásunk, aki azt a feladatot el tudja látni. Ami örömre adhat okot, az az, hogy a meccs vége felé az a csapat, az a társaság, aki fönn volt a pályán, az igenis képes jó játékra, és szerintem ők képesek jó eredményeket szállítani nekünk.